Sziasztok, én Petra vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. A mai videóban elhoztam nektek egy újabb részt a 100 nap kreativitás kihívásból. Ez pedig itt a 8. nap. A mai napon az volt a feladatom, hogy építsek egy bármit, ami házassághoz köthető, tehát ahol meg lehet házasodni, kápolnát, templomot, akár bármi ilyesmit, vagy pedig valami olyan helyet, ahol a szimek el tudnak menni a nászútjukra. Na most én azt választottam, hogy egy olyan helyet szeretnék építeni, ahol össze tudnak elsősorban házasodni. És ezt az épületet nagyon magamra szabtam, illetve az én igényeimre, hogy mit szeretek csinálni egy esküvőn, és mit nem szeretek csinálni egy esküvőn. Úgyhogy van benne egy nagy étkező, van benne egy hely nyilván, ahol össze tudnak házasodni, van egy kisebb hely, ahol tudnak enni a szimek, van egy, talán kettő is, olyan hely, ahol tudnak fényképeket csinálni egymásról, de szerintem csak egy van, illetve vannak hálószobák, fürdőszobák, és egy gyönyörű szép nagy kert. Na most ez a helyzet, hogy ezt az építményt, ezt egy real life épület inspirálta, és ez az épület, ennek ugyanaz a neve, mint amit adtam ennek az épületnek, ez a Grace Kurt Avenue. Nyilván nem Avenue az az épület, amit én, amiről én mintáztam ezt az épületet, de a Grace Kurt az ugyanaz. Ezt meg tudjátok találni akár YouTube-on is, egyébként Yorkban van, Angliában, és ezt az épületet akkor láttam, amikor emlékszem, hogy ugye a barátommal, a jelenlegi párommal legelőször találkoztunk, és akkor arra gondoltam, hogy ebben a videóban mesélek erről egy picikét, ugyanis eléggé hosszú lett ez a videó. Először nagyon kicsire csináltam ezt az épületet, mint ahogy mindig mindent, mert én jobban szeretem a kis épületeket, de aztán rájöttem, hogy szerettem volna még néhány más dolgot is hozzáadni, úgyhogy eléggé nagy lett ez az épület, illetve sokat foglalkoztam a kerttel is, amiben én nyilvánvalóan nem vagyok túl jó, tehát ezt nézzétek el nekem, hogy nem vagyok túl jó, illetve hát visszamentem helyekre változtatni dolgokat, ugyanis először úgy gondoltam, hogy ilyen valami modernet szeretnék, tudjátok, egy ilyen régiesnek kinéző, hát kastélynak mondanám ezt az épületet, úgyhogy igazából egy kastélyt építettem. Tehát egy réginek kinéző kastély, ugye kívülről, és azt, de viszont aztán ugye belül modernizálva lett, és esküvőket lehet itt tartani, erre gondoltam elsősorban. De aztán végeztem az első modern kis szobával, és nem tetszett nekem. Egyszerűen nem bírom a modern dolgokat, egyszerűen nem is az, hogy nem tetszenek, nyilvánvalóan néhány tetszik, de egyszerűen nem tudok építeni modern házakat, és modernül kinéző szobákat, és ebédlőket, mert ez például egy ebédlő volt, amiről éppen most beszélek, de nem megy. Egyszerűen nekem annyira nem tetszett, hogy aztán visszamentem, és átváltoztattam az egészet egy kicsit ilyen barnásabbra, faszínűre, nem tudom. Úgyhogy igen, akkor mesélek, szóval tavaly egy éve augusztusban találkoztunk, és jó, mint mondtam, Yorkba mentünk, mi ugye kettő különböző városból valóak vagyunk, ez ilyen 6 óra autóút egymástól, és úgy döntöttünk, hogy találkozunk, és Yorkot választottuk annak a helynek, ahol találkozni fogunk, mert nagyjából félúton volt mindkettőnknek, és elmentünk, és nagyon-nagyon szép az a város, tehát annyira gyönyörű, olyan régies, annyira otthon éreztem magam, mert olyan kis pici, szűk utcákkal, ugye Pécs is ilyen, én Pécsről származok eredetileg, Pécsnek is vannak ilyen helyei, tehát ilyen részei, ahol ilyen kis szűk utcák vannak, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Volt a belváros, ugye a város központ körül, ami nekem szintén nagyon-nagyon tetszett, egy fal, ami igazából egy kastély fala volt, ugye régebben, azt hiszem kastély, talán most templom,
vagy akkor is templom volt, nem tudom, annyira nem vagyok tisztában így a York történelmével sajnos. Az a lényeg, hogy egy fal veszi körül a városközpontot, és azon a falon én mindenféleképpen végig akartam menni. És ahogy végigmentünk ezen a falon, vettem észre egy gyönyörű szép épületet. Na, úgy írtam le akkor még, hogy nagy ház, mert tényleg egy nagy ház volt, egy mansion. Most már inkább azt mondanám, hogy kastélynak azért az elmegy. Igen, vagy egy, hát, mansion. Milyen mansion magyarul? Nem tudom. Mindegy. És ennek volt egy csodálatosan nagy birtoka, és nagyon gyönyörű volt. És akkor kérdeztem ugye páromat, hogy akkor ez most mit, tehát itt lakik valaki, vagy mi van? És mondta, hogy nem, itt általában esküvőket szoktak tartani, fogadásokat, nem tudom, bálokat, és ilyesmiket. És akkor ebből jött az ötlet, hogy basszus, én azt akarom megépíteni a Sims-ben. Úgyhogy itt van az eleje, az... Hát a képet, amit láttam róla, az inkább a hátulja, szóval ami itt nektek az eleje, az in real life a hátulja. Úgyhogy ezt így építettem meg. És nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, mit mondhatnék. Volt egy kis része annak az épületnek, ami annyira kis cuki volt. Képzeljétek el, volt egy nagy kertje, mint ahogy mondtam. És volt a kert végében egy kis pad, képzeljétek el, és csak egy darab pad, tehát semmi extra, bent a lombos környezetben, tudjátok, a fák között, és vezetett hozzá egy kis út, és kicsit följebb volt, tehát ez egy ilyen kis picike kis dombon volt rajta ez az egy darab pad, és nekem annyira megtetszett az a pad is. Azt hiszem, azt végül nem raktam bele ebbe a... Tehát nem építettem meg, de nagyon-nagyon tetszett. Erről nagyon-nagyon, nem tudom, nagyon emlékezetes lett ez az egész utazás, meg az egész maga az épület, úgyhogy mindenféleképpen meg akartam építeni. És ahogy láthattátok egy pár perccel ezelőtt, akkor még, amikor ezt felvettem, az elég... régen volt, már hónapokkal ezelőtt, de volt egy ilyen nagyon fura bug a Sims-ben, hogyha le akartál rakni ugye egy kerítést, mert ugye ez a zöld fenyves, vagy fenyő, vagy nem tudom, itt láthatjátok egyébként ezt a szürke, modern szobát, amit majd át fogok változtatni, mert egyszerűen nem tetszik. Szóval volt egy ilyen bug, hogy amikor azt hiszem átmentél rajta még egyszer, vagy törölted, vagy nem tudom, akkor eltűnt a kerítés. Megpróbáltam helyrehozni azzal, hogy kilépek a városnézetbe, de nem sikerült, hogyha kile kellett népnem az egész játékból, és újra kellett folytatnom. Na mindegy. Ja igen, az a fotobooth, amit ott láthatjátok, ilyen fényképkészítő szoba, akármi, az majd el fog tűnni onnan, ugyanis oda egy konyhát fogok csinálni, ugyanis, hogyha elfelejtetek sütni tortát, akkor majd mostantól fogtok tudni sütni tortát a helyszínen, ami nekem mindig is nagyon nagy problémám volt. Illetve ugye láthattátok, ott volt kettő szép hálószoba, ilyen régies, próbáltam mindent így régiesre csinálni, és ugye a fürdőszobákat most láthatjátok, van benne minden, tehát minden, ami kellhet egy esküvőre. Ha lentre nem tudom, hogy mit raktam, azt hiszem a lenti részen van egy ilyen iroda, amit úgy gondoltam, illetve én a fejemben úgy képzelek el, hogy az esküvőszervezőnek az irodája, illetve van még egy iroda, tehát azt hiszem két iroda van összesen, és mindkettő ilyen esküvőszervező, recepciós, nem tudom, valami ilyesminek gondoltam. Én speciál esküvőszervezőnek gondoltam ezeket a kis irodákat. Itt láthatjátok, hogy most gondolkodok rajta, hogy meg fogom változtatni, egyszerűen nem bírok szürke dolgokat építeni. Nem tudom, hogy mi ez, gyerekek. Én nem tudom, de most is ugye jelenleg, mindjárt mondom, hányadika van, szeptember 5-e van dél,
És még mindig ugye a lakásunkat újítjuk fel, tehát ez még egy ideig el fog tartani, hogy itt szépen lassan ugye felújítjuk a lakásunkat, amiben körülbelül egy hónapja költöztünk be, másfél talán, a vlog csatornámon csinálok róla videókat folyamatosan, úgyhogy ott tudjátok követni a folyamatot. Szóval, mióta elkezdtük ugye felújítani a lakásunkat, azzal kellett szembesülnöm, én nem is tudtam erről, mert ugye nem vettem ilyen a lakás felújítós dolgokat, nem vettem bútorokat, nem vettem semmi ilyesmit, de viszont arra kellett rájönnöm, hogy a szürke manapság baromi menő. És nem értem, hogy miért, mert nekem egyáltalán nem tetszik a szürke. Tehát nagyon-nagyon nem, és ugye nyilvánvalóan a modern az olcsó, legalábbis itt kint Angliában, nem tudom, hogy otthon hogy van, de a modern bútorok azok nagyon egyszerűek, nagyon letisztultak, és azok a legolcsóbbak. Úgyhogy például, hogyha mindenféle ilyen kis kiegészítőről van szó, mint a konyhában ilyen cukortartó vagy ilyesmi, abból nyilván a legolcsóbbat akarod megvenni, mert ugye cserélgetni kell azért bizonyos időközönként, és szürke, mert hogy nem akarod megvenni a drágát, ami nem szürke, és nekünk is szürke van, és nagyon utálom. Ugyanígy vannak ezek, mindezek a kis kiegészítők, de hála a jó égnek, hogy nem engedtem senkinek azt, hogy bármi szürkét vegyen, valami olyat, ami maradandó. Akartak, meg akartak győzni minket, hogy az olcsóbb szürke padló az jó. Nem jó az olcsóbb szürke padló. Például egy tiszta helységbe, az jó, mondjuk egy kórházba, vagy még nyaralóba is el tudom képzelni, ugye nyilván, mert ott azért nem töltesz minden időt bent, és nem tudom, az olyan szép, hogyha ugyan tisztának tűnik, mert a szürke-fehér, ugye ezek a kombinációk, amik a legnagyobb menők mostanában. És az tiszta, jó, nem rossz, nem tudom, tehát nem, nincsen vele semmi baj, de nem adja meg azt a melegséget, amit meg kéne adnia egy háznak, amiben benne élsz, szerintem. Tehát ez csak szerintem. Úgy, használtam a platformokat, ilyenkor már megvoltak a platformok, most nézem. Na, szóval, ott is van, igen, ide raktam végül ezt a fényképező. Jó, bocsánat, elnézést, csak közben nézem én is a videót, hogy mit csinálok. Szóval nem adja nekem azt a melegséget, amit egy háznak, amiben benne laksz, esetleg a szerelmeddel, vagy a családoddal, egyszerűen nem adja meg nekem, és nem tudom, nekem nem jön be. Ezért mindenféleképpen arra mentem rá, a mi házunknál, illetve a mi lakásunknál, hogy meleg legyen, barátságos, olyan kis kuckózós, és az nekem barna. Az nekem nagyon barna. Nem tudom. És sötét színek. Nem pedig ilyen. Hát nem teljesen sötét, mert például a falak azok nem sötétek. Azok is ilyen barna tónusúak, de nem sötétek. Tehát elképesztően világos minden. Viszont nem fehér, és nem szürke. Úgyhogy, na mindegy. Ja, ez van. Nagyon sok ilyen dolog van. Főleg a konyhában vannak ezzel problémák egyébként. Illetve az ágyneműkkel, ugyanis nagyon-nagyon kedvesen ugye a párom családjától nagyon sok kis kiegészítőt, kis nem tudom, kis kicsi szírszarokat, tudjátok, ilyen kis pici olyannak feleslegesnek tűnő, de aztán mégsem felesleges dolgokat kapunk. Ami nagyon-nagyon jó, és én nagyon imádom, és nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok, de mindegyik szürke. Emlékszem, hogy volt egy videó részlet az egyik vlogomban, amiben megmutatok nektek egy, illetve az ottani követőimnek, megmutatom, hogy milyen ágyneműt kaptunk éppen, mert úgy random kaptunk egy ágyneműt, ami egyébként nagyon-nagyon jól esett, nagyon-nagyon-nagyon jól tényleg. És ugye, hát nyilván most jelenleg a függöny az ilyen rózsaszínes májvás, és ahhoz kaptunk végül is egy ágyneműt, és az egyik fele rózsaszín, és fehér pöttyök vannak benne, ami szerintem tök cuki, és aztán megfordítod, és szürke a másik fele. Úgyhogy így mondtam is páromnak, hogy hát,
A szürkét az ne, de egyébként a rózsaszín nagyon szép. Ja, úgyhogy, de ez nem az ő hibáik, mert tudja mindenki, hogy én nem vagyok oda a szürkér. Egyszerűen csak a boltban ilyen szürke cuccokat lehet kapni, és én esküszöm, nem értem, hogy miért olyan nagy szám ez. Na mindegy. Nagyon sikáig építettem ezt az épületet. Már nagyon régóta fenn van a galériában, úgyhogy hogy lehet, hogy már kiszúrtátok, illetve lehet, hogy már le is töltöttétek, már lehet, hogy lejátszottatok is vele, nem tudom. De már régóta fenn van a galériában. Csak gondoltam, azért mégiscsak meg szeretném mutatni nektek, hogy is van, hogyan alakult, hogyan lett ilyen, amilyen. Nem tudom, hogy mennyire láttátok a kertet, én arra már nem is emlékszem. De hamarosan kész van az épület. Ja, a kertbe csak így lepakoltam dolgokat egyelőre, és ja, az a helyzet, hogy szerintem ennyit tudok mondani erről az épületről. Remélem, hogy tetszik nektek, és remélem, hogy le fogjátok tölteni a galériából, mert, mint mondtam, nagyon sokat dolgoztam vele, és remélem, hogy sikerült annyira jóra megcsinálnom, hogy nektek is tetszen. Mindenféleképpen írjátok meg, hogyha tetszik nektek, vagy töltítsétek le a galériából. Azt hiszem, a galéria ID-mat mindig megtaláljátok a videó legvégén lévő képnél, illetve a leírásban is lent van, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg, töltsétek le, és hamarosan jövök egy következő videóval. Nagyon sok Sims-es építményem van jelenleg, amit fel tudnék rakni ugye YouTube-ra, és valószínűleg most azok is fognak jönni, tehát fel fogok rakni néhány épületet, néhány Let's Build-et, és szeretnék még mesélni és nektek valamit, úgyhogy maradjatok itt, nézzétek a csatornát, és hamarosan majd meglátjátok, hogy mivel készülök nektek. Egy újabb Bionest részt fogok hozni nektek valakiről, majd meglátjátok, hogy kiről, de nem túl régen történt az eset, úgyhogy még egy kicsit friss. Nem azt mondom, hogy nagyon friss, de azért eléggé friss. Figyeljetek, maradjatok itt, és találkozunk egy következő videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, illetve hogy engem meghallgattatok. Ti nézzétek, mondom, végig a videót. Én most elköszönök. Sziasztok! We'll be right back.
Thank you.